Ráteszi az Astralis a vezetést. 12-3-as fél idő után. 14-13 az Astralisnak. Jani 13, nem is maradtatok le túl sok mindenről. Csupán folytatta veszes szériáját a Faze. És akkor nagyon úgy tűnik, hogy pisztolyokkal tudnak alkotni valamit. Na, 3v2. Bomba le fog kerülni, device és Zipnix. Neki kellene visszafoglalni. Diffuse kit van Zipnixnél. Guardian el tudja lőni device-ot testre, elég szép sebzés kiosztott. És akkor itt Zipnix. Mint meg kellene ölni, ez meg is történik. Device közben meghal, Zipnix ráta a kezébe halhatna meg, még vissza tud váltani, meg tudja ölni Guardiant. Viszont ez a bomba már föl fog robbanni. 14, 14 lehet nagyon hamar. Kérdés, ez kerüljen, ki tudja menteni ezt az alkát. Hát nem. Ugyanez igaz CT oldalról is. Ott tartunk a 14-14, a Faze pedig nullára vásárolja magát. Ha ezt a kört bukják, akkor pedig túl sok pénzük nem lesz az utolsó körre sem. De nagyon ismerős ez az előző pálya. Illetve a HR Novi is valahogy ugyanígy nézett ki. Dupli egyből dupla! Nagyon úgy néz ki, hogy a Faze el fogja bukni ezt a kört egyenre, de ne írjuk le őket. 3v5! Világklasszis játékosokról beszélünk, még bármi megtörténhet. Dupri, ez nagyon pofátlan volt! Most fog ismét leészelni? Most? Jó, hát tőlem legyen. Mondjuk még Nico meghívisíthatja ezt a kísérletet, vagy akár device is. Hát akkor device. 15-14. És akkor utolsó kör, mit tud vásárolni? A Faze, Kerrigan dob egy alkát. Tudja kinek, Nikónak, Rainnek, Olofnak. Többieknél pedig senki, illetve semmi. Pisztolyok? Nem túl sok. Nikóhoz kerül végül az az AK. S rajta a világ szeme. Akarom mondani a félszurkolóké. Ugye ezzel a 15. körrel az Astralis már biztosan bebiztosított egy pontot. Jól mondom. Igen, jól mondod, bizony. Nézzük ezt a dupla leugrást. Nincsen senki fogdok közelében. Kránát, füst nincs is részklán oldalon. Egyedül Guardian flashbangével és Wolfmeister égetőjével tudnak valamit alkotni, és ismét egy boost doboz mögött. Meg is van a nyitó Magiskre. És nem kapkodják el a Faze játékosai, inkább behátrálnak B fölé, és Olofmeister is már visszajön, és Raynek megvan a második fel a körben. Device hullik el a VP-vel, Nico viszi tovább, megvan Zipnix, 2v5. És ezt a kört nyeri meg a Faze, ezt annyi lehetőségük lett volna. Jó. Na, én nem veszem el tőlük. Meghal. Dupri és Glaive-et pedig hallották, hogy ellépi magát. Jó, Nico ugrás közben nyilván. 15-15. Egy-egy pont megvan mindkét csapatnak. Legalábbis erre a pályáról. És akkor hosszabbítás.
És akkor szerintem vissza is rakom ezt a prediction boardot, mondjuk. Lehet, hogy nem kéne, mert a végén megint összefagy az isplit. De nem, próbálkozzunk meg vele. Ó, most működik. Van így itt. Ezek voltak a tipjeink, hát a Phase 2.0 az már így jócskán. RIP. RIP Robi. RIP Daddy. RIP Zene. RIP K1. És akkor mi még hárman TBR-rel játékban vagyunk. Pedig annyira kinevettük mindannyian Tibort, amikor így a 2.0-t rátippelt az azt része, aztán még a végén megvalósul. Na és akkor 15-15-ről folytathatjuk ezt a csodálatosan izgalmas mérkőzést. 15-15, mint ahogy említettem, Astralis és CT oldalon, Phase Terror oldalon, és mint láthatjátok, MR3 16K. És kapásból dupla AWP egyébként CT oldalon. Gránátja az nagyon jó volt. Rimből kapásból 58 HP-t vett le. És jön egy Counter Smoke, de Olofmeister. És a többiek is dobják a flasheket, és érkezik be a B támadás. Zipnis van meg nyitó, de Rain rögtön visszalövi őt, és Rain viszi tovább. Guardian nem hibázik Magiskre. 3-4-re, bomba lekerül, és Nipo is tör előre, és fussa keresztül megvan neki Demise. Tüpri és Grave, egy-egy fregel, Grave-nek megvan a második, Rain marad 1v2-be, de nézzük a HP-kat. Grave 17, Tüpri pedig 30 HP, nézhetett a Grave-et füstsarkában, és megvan neki Tüpri is, 3K 37 HP-val. Újra az előny a Phase Clan-nál. Ezt így nem akarták megszerezni, hogy két körre hamarabb? Vissza 16-os számot? Na nem baj. Kifolyik a szemem, akkor is leadom ezt a mérkőzést most már. Egy kis TK a rész oldalon. Igazából overtime-ban vagyunk, egy nagyon szoros mérkőzésen tökre belefér. De akkor most marad a szimpla AWP-nél. Mindkét oldal. Device és Dupri, igen. És Magisk is elvisz egyet. Ó, jön még előtt, Trafonál megvan neki a dupla. 2-3-ra. Viszont Tüpli nem hibázik. Guardian rejzik, ez fejezi be a kört. 16-16. Ezt még ne felejtsük el piciben, hogy ezután még lesz egy sorsolásunk is, tehát még azt is ki kell bírni a szemednek. Ó, azzal nincs probléma. Az már bele van kalkulálva. Hú. Hú. Oké. Rain eltűnt a pályáról. Oké, akkor ez az AWP körül lesz. Értem. És dupla AWP egyébként T oldalon. Olofmeister is ott van. Device előtte az említett Olofmeister, viszont Kerrigan is Nico egy-egy freggel. 2v3-ra módosítják.
Szállást. Pedig átolja a füstöt. Megrédeli Zipnix-et. Még marad 1v3-ban. Bocsánat, már se 1v1-ben. És Guardian 10 HP-ra viszi. Látta, hogy kiment? Szerintem látta. Igen, valószínű, hogy látta. Nagyon tart kötőre. Ezt a bombát nem igen akarja felvenni még, úgy pedig 30 másodperc van már csak hátra. Az még bőven elég. Az még bőven elég. Fogosan lecserél egy okára. Uha! Yes, Guardian! Hú. A Guardian kicsapja. 17-16, és így mehetünk át a Face Clan-nak a nagyon erős CT oldalára. Most már ezért két kört a háromból csak be tudnak védeni. Aztán lehet, hogy csak egyet, és megyünk még egy hosszabbításra? Akkor a szemeidnek annyi lesz. Ez van. Holnap amúgy is szabad napot kaptam, úgyhogy... Oh! Hát a FaZe megnyerte az első fél idejét a hosszabbításnak. Az a 2-1-re. Ugye, ne felejtsük el, hogy a FaZe vezetett 12-3-ra is. Hát bizony. És az Assassin's is vezetett 3-0-ra, abból lett egy 12-3 a FaZe-nek. Igen, arról nem is beszélve. Tehát, hogyha FaZe-es tendenciát láthattuk volna a másik félidőben, és akkor mi már szerintem nyugodtan az ágyban feküdhetnénk, igen. De hál' Isten nem. Hál' Isten vagy nem hál' Isten. Legalább egy eléggé kiélezett mérkőzést láthatunk, ami már Infernón is megtörtént. Ez az Astralis nyert 16-14-re. Itt pedig Májóskán túl vagyunk a 16-os számon. A 19 az a bűvös szám, amit el kell érni ahhoz, hogy ténylegesen meg lehessen nyerni ezt a pályát is, ezt a 3 pontot is, illetve bocsánat, 2 pontot. Hosszabbításban vagyunk már. Én úgy néz ki, hogy egyelőre B-t akar támadni, benti lerakót akar támadni. A Dán 5-ös. Ahol már egyébként két CT is védekezik, Olof, illetve Nico. És akkor Nico 1-1-es sere. Olofnak is legalább ennyit kellene beszúrni, hogy elérjen valamit, de nem, ő még egyetlen terrort se tud kiszedni. Guardian átkötőben mit tud tenni? Hát a malóból ki tud állni mondjuk, vagy még ég? Az is egy megoldás lényegében. Csak túl sok minden nem ért el vele. A HN nagyon vesz erre a bizonyos őrzőre, közben ilyen kiszedik, reinta jön a refrag, végre. 2v3. Guardian kinéz átkötőből az AWP-vel. Lévre nem biztos, hogy fog számítani, így is van rént, meg fogja ölni Glaive. Guardian 1v3 a szituációban az AWP-vel, majd meg is hal. 17-17. Ismét ott tartunk, hogy egyenlő az állás, és kezdődhet előre a civakodás. Első hosszabbítás, második fél idejének, utolsó előtti körébe járunk. Hölgyeim és uraim! Nagyon úgy tűnik, hogy akármelyik csapat behúzhatja ezt a bizonyos 2 pontot. Tehát lényegében mindkét csapat nyert már 1 pontot fixen. Most egyetlen egy pontért zajlik még ez a küzdelem.
nézzük, melyik csapat küzdhet azért, hogy megnyerje ezt a hosszabbítást. Guardian és Olof egy-egy freggel, viszont érkezik a többi Assassin's játékos is. Így van, Glaive megöli Olofot, de... Glaive-et aztán Olof Master Molotovja sírba küldi. Dupla ember előny. És vele több mint 50 másodperc az órán. Rain észrevett egy játékost. Lehet, hogy kettőt is egyébként. Ki. Lehet, hány nagyon jó lesz. És nincs meg egy frag se Rainnek. Szerintem bosszantó lehet. Nikó pedig már nulláson fog kinézni. Ha nem is néz ki, fent marad, az biztos. Guardian pedig már papadron, Nikona meg van egy frag. A lovos Magic X-ket tud elvinni, és Sittix már nem jön össze neki. A Guardian nem hibázik, és 18-17. Na, gyerünk. Gyerünk Astralis, gyerünk. Még egy overtime-on szeretnénk. Ez annyira körömrágos mérkőzés, hogy egyszerűen nem bírok az idegeimmel. Most már 60-ig meg ne álljunk, gyerünk. Döntsük meg a... EPR-re... Maradjunk egyre az EPR rekordnál, az azt hiszem 23 valamennyi volt. Ja. 20 vagy 25. 20-25. Ha minden igaz, legalábbis az előző szezonban. Minden igaz. Dupri és Nikó 1-1-es csere. Most jönnek be az Astralis srácok. Main Burglave-nek megvan egy frag Kerrigan-re. Ember előny az Astralisnál. És Nikó is elhullik. Szeretném dekofogni. 2v4, nézzük. Hogy a szlovák-svéd páros hogy dolgozik össze. Már is 2v3 Olof lelövi device-t. A bomba még mindig szinte majdnem kezdőn csücsül. És Cleave-nek megvan Olof Meister. Guardian-nak kell lehozni az 1v3-at, hogy megjelen a mérkőzést. Ez valószínű, hogy össze fog jönni. Bár megvan neki Zipnek. Zipnix. Uha. Magon alul próbált ellenni még egy freget. Megvan mindkét játékos az info. De Cleave lövi. 18-18. Megyünk a második hosszabbításba. Ahol már 22 kör lesz a cél. Ha minden igaz. Még tudok számolni. Igen, 22-t kell elérjenek csapatok ahhoz, hogy történjen valami, illetve hogy megnyerje az egyik csapat a két pontot. Lehet veszélyességi portlagot fogunk kérni? Legalábbis te pici ver. Hagyjuk. Nézzük a meccset. Így van, élvezzük ezt a csodás. Nagyon kiélezett mérkőzést. Kis magyar már szerintem nem ismeri nézni. Szerintem meg alszik. Szerintem is. Na mindegy, hagyjuk. Magicsnél adtam az SG-53. Érkeznek be álményből az Astralis játékosai. Dupli egyben le is hullik, majd device-tól jön a refrag Rain-re. És ebből akár benti lerakót is lehet támadni. 4v4-be. Még mindig ugye, terroroknak kedvez ez a felállás. Ott pedig jó lesz a túrás falon át. Lév 25 HP-re sebződik le. Míg device 64-re. Érkezni fog majd egy gránát ki kinti lerakóra. Majd érkezhet be a benti támadás, ahol egyedül Olof Meister lesz egy AWP-vel, meg is szerzi az első killt itt bent, és már a másodikat is fölötte lévő Zipnix-re kéne számítania. Ott látott egy árnyékot, és be is tudja rántani! Device-ot viszont nem tudja még megölni, de arra viszont ott van Guardian, 19-18. Ismét elkésik. Megfelelő a phase.
Most éppen a 19-es számmal, az előbb a 16-ossal. Na mindegy. Na, device, megvan az entry. Most már egyre rakrabban itt ezen az oldalon, és akkor már dupla. Ott lehet a tripla akár Kerriganre, hogyha nem vigyáz magára ő is. A HE, hát kicsi elrontott. Valószínűleg a létrára akartak küldeni ezt a lény. Rény se bírja megölni device-t. Kerriganre hibázik. A Dán fiatal, de utána már be tudja lőni Kerrigant is. Olof 1v3. 19-19-ig mehet ez a mérkőzés, és már ott is tartunk. Tényleg is elértük ezt az állást. Kinyeri meg az első fél idő. Első fél idő? Második hosszabbítás első fél idejének utolsó körét. Dupla AWP fész oldalon, ez már biztos. Sőt, asszonysz oldalon is. Na. És jön egy időkérés. Hogy technikai lesz valószínű, hiszen Guardian eltűnt. Így is van. Lehet már Guardian se bírja idegekkel. Magix megvette az eszközt itt a vége. Hát az a baj TVR, hogy ezek szerint nem nézted a mérkőzéseket a mai nap folyamán. Szomorú vagyok. Túl sok SG-t láttam már, mert eleve a G2 fézen 3 vagy 4 körbe előkerült. De hogy miért, azt nem tudom, és ne is kérdezzétek. Közben visszajött Guardian. Mindjárt felkapja a fegyvert a földről. És akkor folytatódik is a mérkőzés 19-19-ről, dupla AWP mindkét oldalt. Plusz egy SG, tehát már három mesterlövész puska, hogyha úgy nézzük. Legyen két és fél, nézzük fél mesterlövész puskának. Ja, sima SG-re gondolsz? Igen. Hát adjuk meg. Most pedig device. Másokat gyára. Reget, másokat gyára, így van. Igen, felveszi az AWP-t. Dipének pedig most annyira nem sietős a dolog. Kicsit inkább megáll téménynek az egyik sarkában. Kevesebb, mint egy perc. Pomba egyébként Ivy körül. Nézelődik egy társával. A Guardian most nullás tartja. Most a végletekig kivár az Astralis csapat. Jó. Flashbang Zipnixre. De nem volt tervben, hogy kiszalad. Wow, Kerrigan hibázik. És utána bele is hal, device már a második kill-ne jár ebben a körben. Ott lehet akár neki még több is. És még mindig él, még mindig van közel 90 HP-ja. És ott a harmadik, Rain-t is kiszedi. Guardian, aki átfordult B-ről, mit tud tenni? Hát lát egy elbáni hoppoló lévet, majd a bomba lekerül. Megtúrja a füstöt. Eltalálta egyébként Duprit vonaton át talán. Vonat a vagonon át, ha minden igaz. Guardian és Olofmeister. Oké. Így menni fog. Na még egy pár ilyet. Lév! Az igen. Az aztán spray control. 20-19. Szóval azt mondja, hogy 22 kellene az, hogy valaki nyerjen, tehát az azt, hogy hoz egy kört, és a fész kettőt, ugye? Én is így számolok, most még.
nem szabad ilyen negatívan látni a dolgokat. Örüljünk annak, hogy egy nagyon jó mérkőzést vagyunk szerintem. Miből gondolod, hogy én negatív vagyok? Ja, nem tudom, csak hogy már úgy számolgattam, hogy akkor az azt viszont egyet. Fész kettőt, akkor... Jó, akkor nehogy is. Félreértettem. Félre bizony. Igen. Nagyon félreértettem. Rossz vagyok. Eléggé. Nem, ezzel egyébként célozgatni akartam, hogy két kasztettársunk is van itt a chaten, hogy felfáradnak Teamspeak-re, a csapatbeszélő 3-ra. És utána szerintem mi megoldottuk a problémát. Most majdnem mondtam, hogy most Glaive-hez mennék fel Teamspeak-re is, mondtál neki, hogy írd már basztered, könyörgöm, de nem kellett szólni, hála Isten. Megtörtént. Egy körös Astralis erőny. Még? Ezt tegyük hozzá. Érkeznek be a gránátok kinti lerakóra, már amennyire kinti helyre érkezhetnek befele gránátok. De itt most érkeznek. A terrorokkal együtt lépsz kezdi meg a fegelés, és ott egy TK! Valóf, miért álltál föl? Guardian is be tudja lőni a freget az AWP-vel. Nico, Kerrigan mehetnek előre. Meglátnak egy lábat. Dupli 12 HP-n. Nico lőveti majd oldalba, ez meg is történik, amint kiérkezik a vakítógránát. Divás csak falon át tudja elkapni Kerrigant. Egy kisebb hibának is felróható akár. Divás utána meghal. Guardiannak volt már információja, hogy tudta ölni ellenfelét. Zipnix marad 1v3-ban. És akkor Zipnix 1-1-es sere. Nikótól jön a válasz. 20-20. Hát igen, 20-20. És... Egyébként ott van az AWP, mondja csak. Kösz srácok, hogy itt vagytok velünk, tehát lehet, hogy hallhatjátok rajtunk, hogy kicsit szenvedünk, de nagyon örülünk annak, hogy még éjfélkor is itt vagytok velünk, közel 400-an, sőt többen is, mint 400-an. Ezt tartsuk is meg, lép közben, micsoda dupla, és ott lesz neki a tripla is, de nem, Guardian tud válaszolni. Na, 2v4, gyerünk, Nico meghal, Guardian 1v4-es szituációban, mit tud tenni? Na nézzük, hogy tud alkotni az AWP-vel, egy bombát tudta fölvenni és rongyolis kifele, ahogy csak tud. Az a háj, jó lesz. Mellélőves volt a háj. Hát device pont kiugrott. Jobbra számítottunk. Ilyetlen egy HP maradt. Húha. Fusna keresztül nincs meg. Húha. Másodszorra se. Harmadszor is megpróbálja. Negyedszerre. Sincs meg. És egy ninja CT játékos device. Így átrobbant a füstön. És megöli Guardiant. Nézzük már rá kicsit a Rektabellára. Hát Guardian ugye Reconnek telt, hogyha az ő statisztikáját ne nézzük, de device-en az a 43-29. Hát igen. Szóval így ebből már rá is jöhetünk, hogy ki a sztárjátékos az Astralis-nál. Érkezni fognak be a füstök kinti derekóra. Végz részről. Dupcsi közel helyezkedik. Tehát hárman fogják benti derekót. És benyalhatja a fagyit. Az Astralis. Há, jó lett Guardianra. 23 HP-val kell folytassa a kört. Majd meg is hal. Device ismét már 44. kiét szerzi meg. Merre fog billenni az az egy kör? Merre fog billenni az az egy pont? Én már nem mondok semmit.
Nem merek egyszerűen megszólalni. Inkább nézzük ezt a... hosszú mérkőzést. Hosszú mérkőzést, már nem is tudom, második hosszabbítás, harmadik, negyedik kör, hatodik. Na, de erről beszélek. Nico jön le a bombával, bombdobott Duprinek van, meg Rain. És Dupri triplázik, te jó ég! Miért van vége a mérkőzésnek? Kerrigan. És vége. 22-20. Vége.